Mondtam valamit, hogy ha lesznek live streamek, vagy ilyen felvételek. Nem is, hanem ami van a szájtógépen, valami nem privát, az fel lesz tölt fel a YouTube-ra. És most egy kicsikét azon gondolkodtam, hogy milyen sokan is. Én a másik nem érdekel, de én a másik próbát, hogy sírjákolni, manipulálni. Munkásszokás az, hogy a Microsoftos rendszer. Tudnélék, a több videóban is megemlítettem, hogy a munkás egy külön réteghez tartozik. És nem lehet eltűnni azt, hogy külön réteghez külön jogokat kapjanak. Hogy én nem tartozok közé, nem is fogok, nem is akarok. Szerintem egy nagy ilyen réteg az egész, és ez jött létre. Hogy már alacsony szinten vannak, és mostan mondok ilyesmit, hogy van ez a több rendszer is létezik. Nem csak a Microsoftos rendszerek. Linux alapok, vagy BSD alapok, van ez a distro, vagy lehet nézni az újabbik verziókat. Szokás szerint azok a toplistások, aminek jobb a reklámok, a hirdetések. És itt vannak a toplistások. MS Linux, Manjaro, Mint, Papos. És mi emletek jobban jobbak? Nézzük meg, melyikek voltak a toplistások. Menjünk vissza 2009-be! Akkor még az Ubuntu volt, a Fedora, CentOS, Slackware, Puppy Linux, a hetedik helyen volt 2009-ben. Ez a Madriva már nem is létezik. De még létezik. Más sok voltak! És ilyen még visszamegyünk. Mi volt 2006-ban? Ubuntu, Dan Smell, Debian, PC Linux, Clickware, Gentoo, Vector. Egy részük már meg sem nincsen. Például ez a Metis. Nem is létezik már. Mese? 2019-ben kapott az utolsó frissítést, és azóta már nincs sem. Itt van Canotix. Keno, Tix. És még mindig aktív. Hány év óta? 2004 óta? És vannak Debian alapúak. Ugyanaz egy többi. És más az asztali környezete neki. És nagyon sokan hiszik azt, hogyha egy operációs rendszer másik diszró, hogyha más a háttérkép, vagy más csita megjelenés. Az alapok ugyanazok, netán nincsen rajta módosított kernel verziók. Vannak olyan disztrók is, ahol vannak. Ilyen például a Sparky. Sparky Linux. És itt vannak, itt
Már van módosított kernel verziók is. Egy munkás logikával vett számítógépen nem váltak. De nagyon szarok voltak. Nem a rendszer, hanem az, hogy megletéve az a szar számítógép. Lett próbálgatva, és egyszer mindig lefolyott ezek a Linux 5 pontos kernelek. Hogy épp nem olyan jó. Nem jött össze. Van másik is. Sperky, Void, Arco. Ja, itt van ez, amit nem akartam, ez az LXL. Ez ilyen módosított Linux. Szerintem mindenki képes rá. Alapból lehet megtenni. Rajta vannak a szükséges szoftverek, hogy lehet szabadon módosítani a rendszert, újabb képet tenni, és olyan, mint a sajátod volna Febrot tölteni. Ki lett belőle adva két darab, négy darab kiadás. Eléggé frissített. És ilyen alkalmazásokkal lehet nézni róla, és aztán ki lehet próbálni más verziókkal is, hogyan lehet módosítani. Ezzel is fogom tölteni. Több videóban is mondtam, nem lehet tudni, hogy mit is töltesz le. Fontos ezt a csíkszám ellenőrző kódot leellenőrizni. Nem hülyeségből van kírva, sérül a fáj, vagy nem. Letöltök egy 64 bitesset. Ki lesz majd próbálva, nem majd, hanem egy másik számítógéppel. A napokban. Más dolgaim is vannak. Szépen le fog töltődni. És nézem, hogy egyáltalán ki van írva a éppen le fog töltődni. Tovább is, mit is akartam még a mai napon? Mi kell elképzelni ezt a számítógépet? Nem szoktam kikapcsolgatni. Úgy vagyok vele, hogy fölösleg túl sok oda-vissza kapcsolás leállások megártanak neki. Direktet véve ilyen kis fogyasztású laplap. Annyi lehetne a dolgom, annyi lett volna, hogy levideóztam volna magamat, aztán még feltöltöttem volna. De nem lett az, mert egyszerűen vajon nem jött össze. Rám küldött valaki egy rohadék, egy hülye két darab munkást. Olyan rossz, nem munkás, nem olyan rosszat, aki tönkretett az agyam menetemet. Arról is volt szó az előző videókban! És most tovább mutatom ezt, tehát a disztrobácsossat! És itt van. Van itt
operációs rendszerek, MX Linux, Debianok, Antix, ez a másik, amit lehet módosítani. Ez az Antix Linux. Lehet kicsit módosítani a háttérképet, a rendszert is RAM-ba lehet bemásolni. És nem kell egyszerűen merevlemez a számítógépen. Egyszerűen fölöslegesen. Ez nem nagy tudomány, csak be vannak mutatva. Nagyobb, hogyha erről fordítani a nyitvarás kódó kódokat. Olyan, figyelj a distro. Meg lehet azt is tenni. Jobban utána kell nézni annak, hogy jobb legyen. Minél jobb legyen, és akkor meg lehet oldani. És itt vannak, hogy 256 megabyte RAM. És itten mindent lehet régebbi számítógépekre. Benne is volt a listában. Nem a listát kell sose követni, hanem azt, hogy minél több legyen, vagy ne legyen. És szóval itt hát ezek nem lettek betanítva régebben. A régebben volt az, hogy egy vacak kurva Microsoftos rendszert kellett. Az lett hirdetve. Valóságban több is létezik. Csak annyi, hogy ez a gyenge elmének semmikor nem fog az agyáig, hogy más is van. Mert azt szereti, hogyha mindent megkap ingyen. Ráadásul, ez így szokott történni, azaz volt mindig, hogy könnyedén lehet manipuláltatni a kis büdös munkásokat. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!